Mikor kimentünk a völgyből, akkor csak egyszer száj. A földből jöttek ki mind az oroszok, onnan, ott voltak elszállásolva. Dobjuk el a puskát, órát, pénzt adjuk oda, összeálltottak sorba, a puskát elszedték, eldobták ők. Attól a perctől kezdődött a fogság élet. Szibériában volt irányítva a vonat, de bevágott a betegség. Hát volt fiatal, öreg, mindenféle. Akkor haltak már meg az emberek, sok meghalt. Minden nap kettőt, hármat öttünk rá a vagomból. Állunk két napig egy állomásban. Úgyhogy jelentették ezek, hogy nem mi a helyzet, a Szibériáig nem marad egy se. Akkor két nap után megindult, nem tudom milyen körkelést csináljon, és visszajöttünk Kijevbe. Ott baraktak egy három emeletes blokkba, az volt a láger. Nyolcas. Láger. Onnan jártam, 21 napig nem vittek dolgozni. Konszén volt, be a betegség működött. Lágerben csomó meghalt. Minden nap temették. Este vittük, láger mellett volt egy nagy domb, hegy. Oda, aki meghalt, minden este vittük ki, és ástak egy nagy gödröt. Nappal a foglyok, vittek 20 foglyot ásni. Estére meg volt ásva a gödör, este vittek ki. Aki bent, hogy vigye a halottakot, annak adtak egy plusz porció étel. Berekedtünk, hogy én is én. Na, elég van neki, hogy láger mellett volt egy betongyár. Csinálta az utat, aszfaltot. Oda hordtak mind dolgozni. A gyárba is mi dolgoztunk, és kint az úton is. Hát nem tudom, hát volt ott minden, nem, de tudom. De aki beteg volt, gyenge, nem volt benne reménység, hogy fog dolgozni, nem kezelték, rakták be a szerelvénybe, és küldték haza. Aki egészséges volt, azt nehezen engedték a munkaerőt el. Hát szét volt verve Kijev. A tankok a negyedik emeletén lógtak. Ott nagy háború volt a némettel, meg az Amerika, az is akkor segített az orosznak, és a német az aztán sok volt. De nem voltunk kurcolva sok lágerbe, mellettünk volt egy bunkerláger. Ott ugye hány ezer fogoly volt. Voltak foglyok, akik meg voltak büntetve, haza se engedték. Vagy a lágerből valahogy kiment, megfogták, visszavitték. Az ilyeneket ott tartották egészen. Német volt sok. Ők voltak a dunnyezők a lágerbe.
Az oroszok tudtak németül. Lehet, hogy a német is tudott valamit. Hát ott harcolt sokáig az orosszal. És akkor az orosz mind a németet rakta ki főnöknek. Lágerparancsnok, gruppaparancsnok, kompánia, mindenféle. Nekem például volt egy szakaszparancsnokom, pesti, őrmester, Farkasnak hívták. Az volt, vagy nem tudom hány év, de többet ült mindegy, mert már hamarabb fogságba esett. Aki munkaképes volt, nem engedték el. Hát fel kellett építeni, amit rongáltak. De kiebb tönkre volt verve teljesen. Három év után összeállítnak egy szerelvényt. Lágerba bent. Ide ennyi megy, oda a magyarba ennyi, jugoszlávba ennyi, csebe, mindenből. Akkor, mikor a kapuig értünk, engem, még kettőt visszatott. Egyszer már nem válogassák, mint magyarba, románba, mindenfelé. Mert ott összeírták, melyik hova való. Akkor már Románia volt itten, nem Magyarország, és mi már Romániához tartoztunk. Akkor mindegyiket kiáltották, hogy hova tartozik. A szerelvényt összeállították. A népet összeállították, hány száz vagy ezért mentek minden országba, így van, vonat beállítva, meg nem tudom hány országot ment keresztül. Akkor 48, május, nem tudom, 8-án nézve csak meg, vagy 4-én, hazaérkeztem Gyergyószentmiklósra.